öcsém. Tudtam, melyik zsebemben van. Először is hello mindenkinek, én vagyok a Farkas, de evidens, azt látja mindenki. Most éppen itt egy eléggé igénytelenül kinéző számítógép, és éppen össze van rakva, ami azt jelenti, hogy relatív gyorsan megy rajta pár dolog. Most éppen amit itt láttok, az a Mindtest játék, és elértem azt a szintet, hogy ilyen 20 FPS körül mozog, de ezt a hozzáértők tudják, mit jelent, tehát minden egyes másodpercben 20 képet látunk, határeset, de én már elfogadom. Egy GIF, ja, ti ezt nem tudjátok, mit jelent. Egy nagyon-nagyon régi... egy nagyon-nagyon régi monitor vezérlő panellel próbálkoztam. Hol van? Mindjárt megtalálom. Nem az. Ez az egyik, mindjárt megmutatom. Ott egy másik. Ah, ez az! Természetesen nekem is vannak eszközeim, ilyen büntető eszközök, úgyhogy erre a csávóra ráírtam, hogy a csiga. Igen, jól látjátok. Természetesen a hátlapjára büntettem először egy csiga alakú, mondjuk így, ikont rajzoltam. Nem azért rajzoltam rá csigát, mert Asus a termék gyártója, hanem ez egy Asus Sima V 7100-as Pro. A szakembereknek az azonnal nyilvánvaló, hogy van itt az alján egy ilyen sín, és ezen a sínen nincs is mindegyik bekötve, csak úgy minden harmadik, mert azok ott neki már nem is kellene. Az a helyzet, hogy ez a V7100-as kártya, ez olyan nagyon lassú eszköz volt már akkor is, amikor a gyárból kijött, hogy egy 3DFX-es kártyával, egy egyes erősségű 3DFX-es kártyával ezt a reggelire meg lehetett enni. Úgyhogy ez a csávó hibátlanul működik természetesen, azonban a Windows XP-n a akna kereső akadozik rajta, nem tudom használni. Hiába hibátlan, hiába működik úgy, ahogy azt a gyárba ezt kitalálták az úgynevezett vezető mérnökök. Természetesen akkor, amikor az eszköz kijött, már voltak jobb termékek, tehát már amikor legördült a gyárnak, mondjuk így a futószalagán, sem az elithez tartozott, hanem a olcsón, gyorsan, sok pénzt keressünk paneljét tartom éppen a közemben. Úgyhogy ettől a kártyától megválunk, mert alapvető játékok futtatására alkalmatlan. A szövegszerkesztő akadozik rajta, és ennek ellenére AGP-s típusú sine van, ami kicsit pofátlannak tűnik, ugyanis ezt a sínt egy USB-re cserélném, és ugyanott tartanék sebességben, tehát ez egy kaka. Nem akartam ide egy másik szót mondani, nyilván el tudjátok képzelni, nem jó semmire. Ez itt a másik csávó, erre is ráírtam, hogy lassú, elvileg itt látjátok, elég nagy betűkkel írtam. Ennek viszont más a sztoria. Ez egy S3 nevezetű Savage 4 AGP-s kártya. Tehát amikor ez az eszköz kijött, akkor ez egy egészen jónak számító, ilyen közepes kártyának számított. Természetesen látni az alján is, hogy minden pötty be van kötve, tehát minden erő szálával, minden idegszálával igyekezett azon dolgozni, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából. A saját korának videokártyái közül, hát mondjuk így közép kategória valahol, de sajnos nem tudja az alapvető játékok futtatását se. Amikor az eszköz kijött, olyan rendszerek futottak, hogy Win 95, meg 98, meg ilyesmi. És a 98 az még annyira talán még nem is.
Az volt a baj ezzel a kártyával, ez is hibátlanul működik. Olyan borzasztó lassú, hogy már alkalmatlan. Azonban ennek a csávónak, ugye a csigának, amit elneveztünk csigának, a csigának volt egy úgynevezett nagyobb középső, mondjuk így testvére, és azt úgy hívják, hogy GeForce 2 MX, tehát a Trabant verzió, és az van most benne a számítógépben, és ez a GeForce 2-es MX típusú monitor vezérlőkártya 20 képkockát képes ideverni a monitorra. Egy elég újnak, részegen eléggé új játéknak mondható játékból, úgyhogy használhatóvá teszi a számítógépet. Tehát minden játék fut rajta alacsony felbontáson, tehát megy, mondjuk. Most közben nézegettem ezt a kártyát, a hűtő hozzá sem ér. Ezt nem látjátok, közte van egy ilyen kevésbé diszkrét rés. Tehát nem ér hozzá a hűtés a chiphez. Ez azt így elég ez. Ráadásul elég könnyen le lehet húzni róla. Tehát... Tudom, nem fontos, de igénytelen. Na, szóval azt szerettem volna mondani, hogy ez a komputer, pár csavar jelzik belőle. Ez a komputer itt már készen van, csak sajnos amikor kaptuk ezt a számítógép házat, igen, a számítógép házban lakik a számítógép. Kicsit elfáradtam. Szóval a számítógép házat úgy kaptuk meg, hogy van ilyen oldallemez, és az oldallemezből kettő kellene, ugye erre az oldalra meg, erre a hátsó oldalra is kellene, és ez úgy nincs. Úgyhogy egy teljesen másik számítógépből itt maradt oldallemezzel, egy kicsit itt fogóval itt módosítani kellett a beállítást, és akkor csináltam rá egy ilyen olyan oldallemezt, ami nem is ez a típushoz tartozik, de relatív jól ellátja a feladatot. Nem nagyon illik ám rá, tehát kicsit így nyomorgatni kell, mert nem ez a számítógéphez tartozik, hanem egy másikhoz tartozott. Úgyhogy ha lenyomom középen, akkor kijön a végén, tiszta jó. Billegős. Hát elég nehéz így rátenni, mert nem ez a típusa az, amire ezt gyártották. Tök jó. Ez ilyen türelemjáték, mert ha alul benyomom, fölül kijön, stb. És nem akarom ezzel az időtöket rabolni. Le is csavarom, mert ez kész van. Tehát az a számítógép, amivel lehet 20-szal játszani a Mindtest-tel, az már jó. Az már határeset. Úgyhogy kicsit félredobom. És most nem voltam kicsit, mint Tom és Jerry, nem? Hogy így beszélek hozzátok, meg jövök, megyek, és nincs rajta a fejem a képen. Ez kicsit ilyen Tom és Jerry is volt. De... Na, az egésznek az a lényege, hogy... Hát igen, a második gép. Kész van kettő komputer, és hogyha már kettő komputer kész van, akkor az már nem jön gáz. Volt itt egy kék számítógép, egy ilyen autónak mintázta az elejét, egy BMW-nek, és hát azt elvitte egy sok gyerekes anyuka. Ma pedig azt ígérte az egyik anyuka, akinek egyetlen lánya van, ezt most fejből próbálom mondani, nem biztos, hogy jól mondom, tehát egyetlen gyerekes anyuka mondta, hogy majd jön ötre, és így fél és háromnegyed öt között még fogalma sem volt, hova kell jönni, tehát meg ráadásul kiderült, hogy vannak ilyen furcsaságok, úgyhogy a számítógépeket lefotózom, és akkor el lehet vinni, és akkor de jó. Tehát van kettő, ja, ez egy egéralátét. Jó, másoknak ez egy kartonpapír, meg itt tudom én, de itt ez egy egéralátét. Szóval az a helyzet, hogy lefotózom a számítógépeket, és akkor el lehet vinni. 120. De nem tudom.
Mindig kérdezik, hogy éppen az aktuális számítógép hanyadik. Hát mit tudom én? De ezt meg kell néznem a jegyzeteket, naplót megnézni, mit osztottam, mit... Hú, nem tudom, mit tudom én. Miért kell nekem tudni azt, hogy hány gépet osztottam? Hát, mit tudom én? Na, az a lényeg, hogy van kettő darab komputer, ami teljesen kész van, mindjárt is fotózom őket, és a két komputert, ahogy mondtam az előbb, tehát el lehet vinni. Ezt a két csigát, ezt, hiába működnek jól, olyan régiek, hogy hát könnyes búcsúva el kell bocsátsanak. Igen, van az a szint, ami már itt is lassú. Tehát egy Commodore 64, meg egy Spectrum, meg mit tudom én, ezek nem ide tartoznak. Azok már olyan lassúak, hogy a kor számítógépének már nem valók. Tehát én pont ezen a határmesdjén próbálom összerakni a gépeket, hogy lassú, igen, tudom, de a legmodernebb weblapokra föl lehet menni vele, tanulni lehet, és jó sok játék elindul rajtuk, tűrhető sebességgel, és full ingyen van az egész. Tehát nem arra tettem fel itt azt az egész műhelyt, hogy mindegyiken fusson a GTA 82, meg a gyilkos robot 3000, persze 8K-ba, igen, és akkor azt 144 FPS-en, meg mit tudom én, meg hercen, hanem azok a rászoruló családok, akiknek erre nincsen pénzük, és ha mostanában jött egy csomó, hát hogy is mondjam, ilyen csaló. Nem csaló, mert... Hogy mondjam? Azért mondtam így, hogy csaló, mert őnek is jól lenne egy számítógép ideig, óráig. De ott nem a számítógép a legnagyobb baj. Az áram nincs bekötve, nem fizeti a számláit, nem is akar dolgozni, nem is áll be, mondanám így a sorba. Tehát ő csak úgy otthon így el van, így dülöngél, és így ennyi. Tetézve természetesen ezt az egészet azzal, hogy amikor megszületik a gyereke, és már az orvos mondja, hogy ez nagyon beteg ez a gyerek, már látszik rajta, hogy beteg, azt ne vigye haza, tudom, hülye hangzik, de nem gáz, tehát csináljon másikat, nem, ne vegye a szívére, stb. És egy orvos mondja neki, hogy ne, ő akkor is hazaviszi, és egy életet tesz ezzel tönkre. A gyerekét is, meg a sajátját is teljesen tönkre teszi, és akkor jönnek, hogy nekik kellene számítógép. Hát anyukám, neked nem számítógép kellene, hogy a munkádat el tud végezni, hanem te neked kellene egy egészséges gyerek, vagy egyáltalán nem kéne gyerek, vagy szedd már össze magad. De hát ki vagyok én, ugye, hogy beszólok itt mindenféle családnak, hogy az egész életét el kutya vetélte egy több betegségben szenvedő gyerekre, hogy... Nem tudom összebben mondani, az egész életét elrontja, és egész végig, amíg velem beszél, amíg a Facebookon ossza meg a cicás videókat, amiket talált a YouTube-on, mert a mobilja azért erre még alkalmas, hogy az egész életét elrontja, hogy egy olyan gyereknek szentel az életét, aki miatt a férje elhagyta, aki miatt ott hagyta, ami miatt kirúgták a munkáját, ami miatt ő egy ilyen lejtőre került. Igazából ez nem egy lejtő, ez egy szakadék, csak saját magának nem vallja be. Utána ide jön számítógépet, és szeretne számítógépet, és most attól jobb lesz. Nem. Most attól jobb lesz, hogy van egy ilyen hulladék Celeronod, aminél futamány teszti 20 FPS-sel, és attól egészségesebb lesz a gyerek, vagy olcsóbb lesz a kenyér. Nem. A számítógép rászorultságot én és a nekem segítő emberkék döntik el, ki az, aki rászoruló, ki az, aki szegény, mint a templom egere. Egy fillérje nincsen, semmi pénze nincsen, de oda nem a számítógép a legnagyobb gáz, hanem három gyerek, mindegyik olyan beteg, azt elmondani nem lehet. Hát a fényképet csinálsz a gyerekeidről, azt elküldöd privátba, azt nem lehet kitenni a Facebookra, mert letiltanak a francba, hogy közbotrányokozás. Azt elküldöd egy ilyen felajánlónak, mint én, hát az rendesen gyomor kell. Utána már rémálmaid lesznek, nem tudsz aludni, nem tudsz gondolkozni, ott egyfolytában ezek az undorító képek lepegnek előtted, hogy néz ki az a gyerek, és ebben nem ez a gáz, hanem ő arra büszke, hogy ő szegény.
és mindent elkövet azért, hogy az is maradjon. Igenis fenntartom a jogot arra, hogy én megbíráljam azt, hogy ki az, aki rászoruló, ki az, aki nem. Ennyi számítógép után ma valamennyi tapasztalatot gyűjtöttem, és amikor határesethez érek, akkor a nálam sokkal profibbakat, a sokkal mesterebbeket egy-két ilyen információval megkérdezem, hogy itt meg itt lakik ennyi-ennyi kilométer, és hogy ilyen képet küldött, hogy így néz ki a gyerek, ennyi betegsége van, hogy érdemes számítógépet osztanom, vagy hagyjam a fenébe? Utána nagyon sokszor jön az a válasz a mesterektől, próbáld meg, és küldök egy dollárt, hogyha jön. Mert hidd el, nem fog jönni. Ó, mondom, dehogy nem, hát kell neki a számítógép, biztos, hogy itt lesz. Mondtam neki, jöjjön 5 órára, az biztos itt lesz, és 3:45-kor még üzenget a Facebookon, hogy ezt merre kéne menni. Na, drága anyukám, hát nem kellett volna azt megbeszélni tegnap este. Amikor megbeszéltük, hogy van ingyen számítógép, és gyere érte 5-re. És 3:45-kor így fölül az ágyán, gondolom, na jó, van, induljunk, másfél óra az út idáig. És fölül, és nem tudom, hova kell menni, és utána visszadől. Tehát egy ilyen embernek adjak számítógépet. Nagyon gáz. Igen, azt a számítógépet, azt a kéket, ilyen BMW-s eleje volt, ilyen ütőrácsos, azt elvitte egy anyuka. Tehát tök jó, egy családhoz került egy gép, egy valóban rászoruló családhoz, és akkor húzom itt a strigulát, plusz egy, nekem nem oszt és nem szoroz, plusz egy, ezt akkor mi van? Ezt már, majd 20 000-nél tartok, mint a nagymester Amerikában, vagy a román mester például, az is egy olyan nagy szellem, egy olyan adakozó, szociális beállítottságú személy, az hihetetlen. Na szóval kezdjük a fényképezést, meg a többit. Ezt a két csigácskát, ezt kidobom. Hiába működnek jól, sajnos nekem már használhatatlan. Nem is mondtam. Van itt nekem egy észerem. Ez egy laptopnak pálinkázós éjszaka, full részegen, akkor lehet nevezni laptopnak. Igen. Ez egy észer. Szerintem lassan jubilálni fog. Lassan egy éve itt van, és nem viszi el senki. Akkor nem. Kenyeret nem kér itt a sarokba, tehát nagyjából egy sebessége vannak ezeknek. Na, ja. Excuse me. Nem bírtam kihúzni. Na szóval, itt a töltő. Igen. Na szóval úgy néz ki a helyzet, hogy van itt egy kék-fehérünk, és van egy teljesen fekete Dell Optiplex, mit tudom én, valami szám még van hozzá. Örülök, hogy kikerül innen a Dell, mert nem igazán jó ezeket szerelni. És itt van a kis laptopunk, ami lehet nem nevezhető laptopnak, csak részegen. Nem baj, azt van mögötte egy monitor, ami nem mindig működik, elég gatya, majd megcsinálom egyszer. Mindegy, szóval megcsinálom most a fényképeket, és akkor ennyi. Köszi, hogy megnéztétek a videót, meg hogy még mindig nem értem, miért az én videómat nézitek. De mit tudott az a 20 ember, hát mit érdekel engem? Azt néztétek egyébként, hogy hány ember nézi a videóimat? Ez tök jó, nem? Az amerikai nagymester videóját, hova tegyem, mondjuk ide. Az amerikai nagymester videóját 1,5 millióan nézik. Veszi meg? Nem másfél, több. A múltkor volt 1,5 éve. Nagyon beteg. De engem meg 20-an néztek, meg 20 fő. És ennek a 20 embernek is. Én nem értem, esküszöm, hogy ez valamit én itt bénázok meg, elmutatom, hogy most éppen mi a helyzet. Ebből tanultok valamit? Nem. Szerintem nem. Itt egy cetli. Ilyen kis hülye jegyzettem. Vannak ilyen pici cetlik, amiket azért csinálok, hogy tudjam, hol tartok. Ez ilyen. Várjál, nem jó, fogom a betűt, ezt nem látjátok. Na, ez úgy néz ki, hogy egy ide 32-est bele. Az ide 32-es az azt jelenti, hogy nem sata,
és hogy nem tudja a 64-et, olyan lassú, itt az LSD-vel szívott csigany. Hát ez gatya. Mint ezek a csávók itt, amiket mutattam az előbb. A csigának hány része van? Persze a bogarat tudjuk, hogy fejtorpot. Csigának hány része van? Hát egy. És hogyha nagyon jól csinálom, akkor egy se, mert akkor kidobom a francba. Na, az a lényeg, hogy még mindig nem értem, hogy az a 20 csávó, csaj, az a 20 ember, aki engem néz. Nincs jobb dolgotok? Azt mondjátok már meg, hogy ezen a szemét helyen, ezen a lepukkant kis vackon, mi a fenét néztek? Oktató videót azt akkor szoktam csinálni, amikor kérik. De mivel ilyen 2 éve nem volt, mindent tudtok. Csak azokat a kalandokat nézitek, hogy én mit összebénázok itt, illetve hogy halad a számítógéposztás, meg hogy milyen kalandok érnek engem közben. Tehát, hogy ez érdekel titeket? Itt van például, na, menjünk tovább. Ott van ugye az a számítógép, amivel telepítek. Az 2-2-es, 2 magos. Ott van egy piros, tiszta színvak vagyok. A kábelt néztem, az volt piros. Tehát kék-fehér, középen az egy 1.6-os, 2.0-as Celeron. Valahol a kettő között. A jobb oldali az egy 2.2-es Pentium 4. És szerintem Hyper Threading-es, ez kérdőjeles. Mind a kettőben 0 videokártya van, és éppen hogy csak fut. Piaci értékük olyan 1200, talán 3000 forint, de annyit nem adnék még én se érte. A jobb oldalt ugye ott látjuk, ott van az a pici Acer, amiben egy Intel Atom 1.0 GHz van. Ja, ez a 2 giga, ugye ez megy a kukába. Itt van egy nagyon lassú IDE 32-es. Erről azt kell tudni, ez egy Pentium 3-as, és szó szerint kísérleti jelleggel van itt, hogy mi a francot tudok vele kezdeni. Megpróbáltam rátenni egy régebbi rendszert, és annyira előre haladt az idő, hogy a régebbi rendszerekre annyira nincs már támogatás, hogy a drivereket és az illesztő programokat semmit nem tudok rá rátölteni. Tehát nagyon rossz a helyzet. Ez a másik, ez egy 64-es idét satát tudó P4 3G-s, de VGA cserére szorul, tehát kellene videokártya, az meg. Ezek közül alig működik talán egyik másik. És az rengeteg időt emésztene föl. Itt van egy nagy halom vinyó. Ezek a vinyók természetesen mind hibátlanok, tehát nincs semmilyen bajuk. Annyi bajuk van, hogy nincsenek telepítve. De mi a fenének? Így is hónapokat kell várnom, mire az egyik számítógépet elviszik, akkor meg nem mindegy. Akkor nem kell telepítenem. Majd, ha ezt a kettőt elvitték, majd akkor 20 év múlva majd telepítek egyet. Itt vannak fönn a kísérleti személyek. Ez egy hibátlan asrok, ez természetesen... hogy is kell ezt finoman mondani? Belső hibával nem rendelkezik, csak külsővel, mert le van róla törve a processzor hűtő tartó rács ilyen keret, és abból majd egyszer hozok egy másik keretet, beletenni számítógépbe, és működik. Tehát tök jó. Ez ki van próbálva, ez tesztelve van. Ez a csávó, ami itt van, ez egy 1156-os. A francban nem tudom, hogy hívják... Egy gigabájtos alaplap, de már nem tudom melyik. Ja, itt van. Na, amatőr. Természetesen itt van rajta. Ez egy GAP55 Marton UD2-es típusú alaplap, ami elvileg tök jó, csak nem tudom kipróbálni. Azért, mert innen hiányzik a hűtője. Egyszer kaptam egy processzort bele, elindítottuk, működik, csak nincs hűtő. De ez a csávó egy Pentium 2. Van itt nagyon-nagyon-nagyon ősrégi videokártya hozzá, meg hangkártya, meg memóriák, meg mit tudom én, de olyan régi, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megéri a vele való foglalkozást. Itt van egy hozzávaló egér, és a hozzávaló egér természetesen komos egér. A komos egér azt jelenti, hogy ez nem USB-s, tehát bedugod, az ott rohad meg benne. De ezt is megmutatom. Igen. Ez egy borzasztó régi processzor, P1-es azt hiszem, és olyan vastag lábai vannak, mint a... Hát elég gáz, tehát nagyon-nagyon régi. Ez ilyen érdekesség szám. Az összes többi ház, amik itt vannak, ugye üres számítógép házak, ezekben semmi nincsen. Tehát
Tehát frankon, semmi, üres. Mindegyik. Na, itt van egy nagy halom monitor, ezek nagy része működik, egy kicsi része nem, ezt még tesztelni kell, azt meg ilyen béna, az olyan béna, és itt vannak nagyon szuper monitorok, ezeket majd kiosszuk majd egyszer. Úgyhogy ez a helyzet. Jó? Már akit érdekel, de nyilván azért vagytok itt, hogy megnézzétek, mi a pálya. Igen, sajnos az imádkozó sáska elromlott. Az X800 GTO nem akar menni, pedig ez a korának az űrhajója volt. Tehát amikor ez a videokártya kijött, mint új videokártya, a mindent vívő Jolly Joker kártya, természetesen plusz energia táp bemenet van rajta, a videokártyák nem rendelkeztek ilyennel. Olyan nagy égségű volt ez a videokártya, hogy kellett hozzá egy ilyesmi, és sajnos nem működik. Nagyon sajnálom, mert olyan ereje van, hogy bármilyen játék fullon megy vele a régebbiek közül. Na, akkor megyek, jó? És akkor köszi. Ja? Igen, itt van a dicsőség köcsögöm. Nem tudom ezt, hogy kell hívni. Tele van matricával. Ezek azok a matricák, amiket itt hagytak. Azok a személyek hagytak itt, akik nem igazán voltak megelégedve azzal a rendszerrel, amivel ők idejöttek, és elégedettek voltak azzal, amivel ők elmentek, úgyhogy így nézve ez egy ilyen pozitív változás volt, és közben fölhúzom a gatyámat, mert gatyába rázom magam, mert én már közben indulok. Úgyhogy ezeket a matricákat azoktól kaptam, akik elégedetten távoztak, és azóta nincsen semmi gond. Tehát hoztak egy számítógépet, áttelepítettük, mindenki boldog volt, és akkor mindenki ment a dolgára, és ilyenkor ebben az esetben el szoktam kérni a matricát, hogy tegyük a gyűjtőbe. Van egy orvos külföldön, nem fogad el pénzt, ingyen gyógyít. Itt a hülye csávó, ingyen gyógyít. Szóval ingyen gyógyít ez a csávó, és cserébe, hogy a páciensek jó kitoljanak vele, persze nem ezt a szót kerestem, fognak, összejöttnek, mit csináljunk, egy hatalmas város, nem, egy hatalmas falunyi ember összegyűlik, és kitalálja, hogy hogy lepjék meg a dokit, mert mindeniket ő gyógyította meg. És azt találta ki, hogy adjunk neki tollat. Hát, ha egy orvosnak mindig kell toll, nem? Jó. És elkezdett ez terjedni ez a dolog, és a csávónak mindenki ad egy tollat, hogy köszönöm szépen, doktor úr, minden jót kívánok, és hát hálám jelül kérem, fogadja el ezt a csekélységet, hogy toll, mindegy bele van gravírozva, hogy szeretettel, doktor úr, stb. Na ebből a csávónak egy ilyen nagy kalóz ládányi toll van már. Tudom, hogy nem fogom elérni ezt a szintet, hogy egymásnak adják a kilincset az emberek, itt is nem jön senki. Tehát tiszta gatya az egész. De ezek itt, ezek az én tollaim. Ezek azok a matricák, amiket elvettem Bill Gates-től. Ezek azok a matricák, ezek azok a lelkek, akik úgy gondolták, hogy nem csak Windows van a világon, és nekik marhára mindegy. Itt a legjobb példa a világon. Jött egy ilyen 20... Fú, meg géppuskával készítenétek, akkor se tudnám. Most kitalálok egy életkort, hogy 20 év. Ki fiatalabb volt, de legyen 20 év, mert azóta eltett egy év, már biztos van 20 éves. Hogy neki marhára mindegy, hogy min megy a lövöldözős játék. Ez egy 1.6-os csé. Ezt azok, akik tudják, ezek pontosan tudják, mi az egy 1.6-os csé. Neki marhára mindegy, hogy min megy. De neki nagyon rossz a gépe. Behozta ide, pár dolgot kicserégettünk, meg nézegettünk, meg javasolgattunk. Kicseréltem a rendszerét, most kapott egy valamilyen rendszert, egy Linuxot. És egyel följebb tudta tenni a grafikát. Wow. Ugyanazon a számítógépen. Tehát, hogy neki mindegy, hogy min fut az 1.6-os csé, csak a saját játékát hadd kapja meg. Hát mondom, mit bánom, meg játsszál vele. Utána megmutattam neki, nézd csak, mennyi minden játék van még ezen kívül. Ott azon, nem csak azon. Nem. Természetesen a számítógépen nem egy játék van. Akármilyen szuper terrorista elhárító játékról beszélünk, sokféle játék van a számítógépen. És a rajta múlik,
meghalsz, mielőtt azt végigjátszod.